Ó, gyötrelem, gyötrelem! Istenem, mondd, miért ilyen nehéz a szerelem? Maradom, miért szeretem? Mondd, miért nem engedhetem el, ó Istenem? Ó. Utolsó lotyó vagy, semmivel sem vagyok nálam, érted? Nem fogsz többé átverni, megértetted? Hátok száll mindannyiunk fejére ezen a napon. Áj, a babája. Hello, Monika? Igen, én vagyok, drágám. Gondoltam, érted megyek, és sétálunk így a fiával hármasban. Nem lenne jó? Mit szólsz hozzá? Ó, milyen szép idő van. Valóban remek idő van. Remélem, hogy sokáig nagyon boldogan fogtok élni. Viszlát, persze. Ó, asszonyom, nem hittem volna, hogy ilyen hamar elhagy minket. Ó, sajnos igen, Gino, sajnos igen. Most mennem kell. Nagyon nagy lelkű volt velünk, asszonyom. Nem fogjuk elfelelni. Jó ugyan. Utat. Köszönöm, köszönöm. Viszontlátásra. Mi történt? Anya! Victoria! Victoria, drága! Most meg vagy, ne mozdulj! Marco! Gyerünk, kapjuk el! Marco! Adjunk neki! Na gyere, most legyen nagy a szám! Téged van! Gyerünk, húzzunk el innen! Gyere! Gyerünk el, gyere! Gyere! Átok száll. Mindannyiunk fejére ezen a napon. Cuando el color de mi vida empalidece como una estrella que muere brillando. Magyar hangok. Sörös Sándor, Menszátor Magdolna, Bozsó Péter, Németh Kriszta, Solecki Janka, Zsurzs Kati, Starenki Pál. A szerelem rabjai. További magyar hangok. Rosta Sándor, Varga Gábor, Koroknai Géza, Kéri Kitti, Zsigmond Tamara, Kajtár Róbert, Rubol Dödön, Nemes Takács Kata, Ince Ildikó, Makai Sándor. Írta Marcela Citterio és Enrica Estevanez. Zenéjét szerezte Maxi Riquelme. Fényképezte Jorge Medina. Rendezte Diego Sanchez és Chancha Ambrosini. Eszembe jutott valami. Minden tökéletes hozzá. De mihez? Lefestelek, mert hirtelen megszállt az ihlet. Láttad, édesem? Kit izgat a külvilága, amikor te itt vagy velem? Viszlát! 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 Viszlát!
Nem halhatsz meg. Nem eshet bajod. Vigyáznod kell a kisbabákra, édesem. Hallasz engem? Erősnek kell lenned. Szedd össze magad. Hívtál már mentőket? Igen, már jönnek. Victoria, Victoria, drágaságom. Istenem, mit tettem? Te rohadék, te szemétláda! Te rohadkodja! Alicia, rettenetes gázszag van, hallod? Alicia, Alicia! Alicia! Ó, Istenem! Alicia! Alicia, mi történt? Alicia! Hogy tárva nyitva van a kapu? Valami baj történt. Lehet, hogy igazad van. Nikolás! Nikó! Nikolás! Nikó! Nikolás! Nikolás! Visszajöttem, N. Paz! Maradj itt, Paz, maradj itt! Kérlek, fogadj szót nekem, ne mozdulj innen! Óvatosan, Juan! Paz, gyere ide! Paz! Ne mozdulj! Ne mozdulj, vagy végzek veled! Egy mozdulatot sem hallod? Ne, könyörgök, ne bántság ére, könyörögve kérlek! Ne rágyom! Paz! Paz! Ezt nem hiszem el! Nem, pedig megmondtam, hogy visszajövök! De örülök! Elárulnád végre, hogy miért ezen a földúton megyünk? Mert mondtam, muszáj bemennem a vidéki házunkba, mert még el kell valamit intézni. A lányokra gondolok. Még csak el sem búcsúzhattam tőlük. A lányok már felnőttek, erős nők lettek. Elvégre a mi gyerekeink. Csak örököltek valamit tőlünk. A kisbabám. Itt vagyok melletted életem, de Anának muszáj megszületnie. Minden nem. Rendben lesz. Meglátod, nem. Minden rendben lesz. Tessék, nem. Mi a baj? Nem érzem jól magam, nincs bennem semmi erő. Sajnálom, Francesco, de nem tudom megszülni. Ne mondj ilyet, bízzál az orvosokban, bízzál bennük. Anna meg fog születni, meglátod, édesem. Szedd össze magad, erősnek kell lenned. Nagyon fáj, borzalmasan, majd szétrobban a fejem. Nagyon fáj. Kérni szeretnék valamit. Mit, édesem? Ha választanod kell. Ne. Anna és köztem. Ne, kérlek, ne mondd ezt, drágám. Anát választ. Ne mondd ezt. Rendbe jössz, hidd el nekem, rendbe jössz. Nyugodj meg. Vigyázz, Anna. Minden rendben lesz. Nyugodj meg, Victoria. Nyugodj meg. Victoria. 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 Alicia! Alicia, az égre kérlek! Alicia, ne hajj meg! Alicia, gyere! Kiviszlek, gyere! Hogy mondjam el, Sebastiannak? Hogy mondjam el, hogy az édesapja rálőtt az anyjára. Ángeles, majd azt mondod neki, hogy Nestor elment is. Ezzel igazat mondasz.
Ez valójában nem is hazugság, hisz tényleg elment. Mi fogjuk felnevelni a fiad, nem kell tudnia az igazat. Vigyázni fogsz ránk. Nagyon bátran viselkedtél. Megmentetted az életem. Akkor én vagyok a nap hőse, ugye? Figyelj most komolyan. Szeretném, ha tudnád, hogy mi történt, amikor elájultál. Ide hallgass. Nem öltem meg. Baleset volt. Igen, tudom. Egy baleset. Az ő fegyvere volt, és már elmondtad, mi történt. Ráadásul a bizonyítékok is téged igazolnak, de nem akarok többé erről beszélni. Rendben? Tudod, mit szeretnék? Mit? A jövőnkről szeretnék beszélni. Karolina! Karolina! Kislány! Kislány, mi történt? Mit tettek veled? Mondd! Téri magadhoz! Ó, nem igaz a fenébe! Kislány! Kislány! A kitartás! Egy pillanat! Gyerünk! Gyerünk már! Én vagyok! Én vagyok! Én! Oszó! Nagyon figyelj! Egy barátomat megtámadták. Életben van, de eszméletlen. Látnod kell őt. Nagyon sürgős. Nico! Nico! Jaj, ne! Nico! Ne hallj meg! Nikolás, gyerünk, tér magadhoz! Nikó, kérlek! Gyerünk, Nikó! Nikolás, gyerünk már, Nikó! 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 Jó, jó! Felmegyek a gyerekeimhez. Elnézést. Ez borzasztó, nem? Ó, nézd. Uram! Uram! Jó van? Uram! Monika! Férjen magához, kérem! Nem mozduljon! Hívom a mentőket! Kérem... Monikát! Nem tudtál volna elmenni a szertartásra, édesem. Itt kell maradnod, hogy jobban legyél, hogy mielőbb felépülj és hazagyere. Igen, tudom. Milyen az élet, igaz? Egyszerre ad és elvesz. Ugyanazon a napon született meg a kislányunk, amikor a szüleim meghaltak. Ne törődj a múlttal, édesem. A gyerekeiddel kell törődnöd, Lautáróval, Tatjánával, Anakiarával, ezzel a kis csöpséggel. A csodálatos családunkra kell gondolnod, drágám, és arra, hogy a szüleid már jó helyen vannak. Igen.
Szeretném megköszönni, hogy végig mellettem voltál ezekben a napokban. Mert nélküled nem lettem volna képes végigcsinálni. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Tudod, mindannak ellenére, amit a szüleim velem tettek, hogy mennyire megkeserítették az életemet, szerettem őket. És ezt nem tudtam elmondani nekik. Sajnálom. Mit sajnálsz? Hogy raboltam az idődet. Holnap lesz az esküvőd, és gondolom, hogy még rengeteg a dolgod ezzel. Igen. Még muszáj elintéznem néhány dolgot. Igaz? Igen. Jól van. Rizsó! Várj! Szeretnék elmondani valamit, ami nem könnyű. Azok után, ami nagyapával és Mercedes-szel történt, és ami anyukámmal történt, rájöttem arra, hogy az élet sajnos roppant törékeny dolog. Ma még itt vagyunk, de holnap ki tudja. Sok mindenre rádöbbentem. Szeretlek. És szeretnék veled élni. Talán ez nem úgy hangzik, amiről dalt írhatna egy híres slágerszerző. Vagy esetleg szerelmes ódákat zenghetne róla. Ez a szerelem nem kerül majd címlapra. És egy szappanoperára sem volna elég, de olyan életet szeretnék, amit élvezhetek. Téged akarlak. Tudom, hogy egy örök kivalóságig tartott rájönni, de most már tudom. Talán elkéstem. Te holnap megnősülsz. De feltétlenül el kellett ezt mondanom. Azt akartam, hogy tudd, hogy szeretlek. A szerelem, amit érzek, még aprócska, de ha visszahozod, hatalmasra nőhet. Kicsi, amit mondtál, az ezerszer kedvesebb volt nekem, mint bármilyen szerelmes költemény, ezt elhiheted. Kisfiam, mit csinálsz? Holnap lesz az esküvőd. Anya, igen, holnap megnősülök, de őt veszem el. Tessék! Anya, Tatjana! Tatjana az anyám, a jövendő anyósod. De hogy? Ó, kisfiam, kisfiam! A házasság ennél komolyabb dolog, érted? Igaz, nem ismerem túl régóta a mennyasszonyodat, nem volt csak időm megismerni, de nem is tudom, már mindenkinek bemutattuk a társaságunkban, és... Na nem, mintha bármi kifogásom lenne ellened, kislányom, nem, hidd el, nem... Hisz egy álcsavál úriem vagy, így nem... De egy ilyen esküvő...
olyan kínos. Talán útban van a baba? Nem. Anya, bízol bennem? Bízol bennünk? A szerelmünkben? Ugye bízol? Nem számít, ha nem válaszolsz az üzeneteimre. Nem számít, hogy senki sem tudja, merre jársz. Nem számít, hogy máshoz mentél feleségül, és azt hitted, ezáltal elfelejthetsz engem. Tudom, hogy egy nap visszatérsz hozzám. Majd a végzet segít, vagy a szerencse. Még az is lehet, hogy csoda történik. Tudom, hogy visszajössz hozzám. Bármit megtennék, hogy visszakapjalak. Tudom, hogy a sorsunkban nem ez van megírva. Hiába van ellenünk az egész világ. Nem adom fel a reményt. A remény tart életben, hogy egyszer viszont látlak. Ez az álmom. Mindenem megvan, mégis magányos vagyok. Itt vagy velem a szívemben. De nem vagy itt mellettem. Gyere vissza. Könyörgök, gyere vissza. Tiszta szívemből szeretlek. Milyen teátrális halál. Apa! Igen? Walter, ne mondd ezt, szegény fejük, ez egészen elképesztő, nem gondolod? Hát nem, nem semmi, de végül is úgy haltak meg, ahogy éltek, mint egy szappan operában. Rettenetes. Nem kell miattam aggódnod, Walter. Nekem egy nagypapám van, Ignacio. Megnyitom. Ő is a nagyapád. Igen. Volt. Ki lett? Ki tudja. Egészséged. Szia, jól. Szia, igen. És te jól vagy? Igen, gyere csak be. Üdv. Üdvözlöm. Jól vannak? Igazából csak Pancsítóért jöttem. Jó, persze. Mindjárt szólok Pancsítónak. Ha gondoljátok, kint is várhatok. Nem, nem kell, zavar, nem ugyan. Kell. Maradj csak, tényleg. Maradjak. Julián, nagyon örülök, hogy végre rendbe jött az életed. Köszönöm szépen, nálam nem jobban. Van egy jó állásom, és úgy tervezem, hogy feleségül veszem a barátnőmet. Ezúttal is szeretnék mindenkit meghívni az esküvőre. Remek. Ott leszünk. Tiszta szívemből gratulálok. Köszönöm szépen. Ugyan nincs mit. Úgy látom, hogy végtére is. Szépen lassan mindenkinek egyenesbe jön az élete, igazad van? Barbara Bastarica közvetlenül az esküvője előtt váratlanul megszökött a templomból. Csupán az édesanyja, az ismert üzletasszony Paz Acabal úrján tudja, hol van. Ám ő nem nyilatkozik az újságoknak. Anya! Drága kicsi fiam! Annyira hiányoztál. Jól van, ezért is jöttem vissza. Szeretnék támaszt nyújtani, ha igényt tartasz rá. Sokáig velünk maradsz? Örökre. Tényleg? Igen, Roberto úgy döntött, hogy Buenos Airesben fogunk élni. Így legalább én is együtt lehetek a családommal. Ennek nagyon örülök. Édesem, kicsi. Azért jöttél vissza, mert Santiago meghalt? Nem. Nem? Nem, miattad jöttem, és a hugod miatt. Szeretném visszakapni a családomat. Sosem veszítettél el minket. De nem voltam veletek. De most egy boldog nő vagyok, aki szeretne jó anya és nagymama lenni. Érted? Szeretlek. Drágaságom, kisfiam. Ó, kicsikét. Ó, de jó. Barbara, gyere vissza. Pacsajkunk. Barbara, gyere vissza. Egy évvel később. Az utolsó Rómeók egyike. Mit gondolsz? Azt, hogy teljesen elment az eszed, fiam. Mit is mondhatnék, Nikolász? Ez egy képtelen őrültség. Mióta küldözgesz neki üzeneteket? Lassan már egy éve, igaz?
És áruld már el, hogy miért pont itt akartál találkozni velem? Miért pont ezen az átkozott híton? Itt. Őrültnek fogsz tartani. Én nem. Tudod, Barbarára várok. És meddig akarsz itt várni rá? Nem tudom. Csak a remény élted, hogy egyszer visszajön. De készen van a forgatókönyv, vár a stáb, a színészek, és most derül ki, hogy nincs főszereplő. Nem választhatok senki mást, ez Marilyn életéről szól. Igen, az irodámban vagyok. Nem akarom, hogy ide jöjjön, nem. Hónapokat töltöttünk a megfelelő színésznő megtalálásával. Nem veszekszem magával, de nem csinálom meg a filmet. Így nem csinálom meg, nem tudom. Találjon más rendezőt, nem érdekel, ez már legyen a maga baja. Victoria! Itt van a Marilyned. Nem kellett neked? Mintha nem tudnád. Te vagy a szerelmem, az életem, te vagy a mindenem, az őrületbe kergetsz. Olyan édes vagy. A ragyogó hangod igen? van, drágám, és a dal is tökéletes tényleg? Volt. Tényleg? Táti. Igen. Ide hallgass. Ló hívott. Milyen ló? Ló? Mit akar tőled ennyi idő után? Az esküvő szervezőnk telefonszámát kértemet férhez megy. Igen, ez hihetetlen. És te megadtad neki a számot? Igen, mert sikítva követem... Megadtad neki a mi esküvő szervezőnk számát? Igen. Hát te nem szeretsz de, engem? De mi már... Hát ez már túlmegy minden határon. Dóna, ez a lány elképesztően arcátlan. Rosszabb, mint Marissa, egy idióta. Utálom. Ne túlzok már, drágaságom. Tudod, hogy mit szeretek a legjobban? Mit? Hogy a feleségem vagy. Niko! Sziasztok! Már akartam mondani, de kiment a fejemből, hogy kaptam egy curry mailt, azt, amit még hónapokkal ezelőtt küldtél szét a világhálón Barbarának. Megkaptad? Igen. Fantasztikus. Hihetetlen, hogy egyszer csak visszatért, nem? Üzentem galambokkal, küldtem levelet, üzentem palackban, rádión keresztül is szerte a földön, posztereken, újságokban, még buszokon is. Hoppá! Kifogytam az ötletekből. És a pénzből is, nem gondolom, hogy rengetegbe kerülhetett. Gondolom. Igen. Igen, de a szerelem minden pénzt megér. Elnézést, de hol az ifjú pár? Gyönyörű, nem? Igen, annyira gyönyörű. Szép. Tényleg az. Ez a ruha a csodás. Rendben. Azért gyűltünk itt ma össze, hogy az állam által rám ruházott hatalmamnál fogva összeadjam az itt jelenlévő Paz Achával Urient és Juan Manuel Teodoro Aguirre-t. Három keresztnevem van. Teodoro? Igen. Teodoro? Szeretném köszönteni a házasulandó feleket ezen az ünnepélyes napon. Rendben, az argentin állam által rám ruházott jogomnál fogva házas társaknak nyilvánítom önöket. Tehát a mai naptól önök férj és feleség. Gratulálok! Bravo!
Ott kellett volna még maradnunk egy kicsit az esküvői partinkon, nem gondolod? Nem, mert mielőbb szerettem volna, ha kijövünk ide a folyóhoz, ahogy megbeszéltük, emlékszel? Ahogy a múltkor is tettünk. Uh-huh. És mi történt? A virággal a folyóban? Mi történt? A folyó elvitte a virágot. Na és mit tett a folyó istene? Beteljesítette, amit akkor kértünk? Igen. Így van. Ezért most, drága Báz Acsavál, Urien, most már Agirre is. Örök szerelmet esküszöl Juan Manuel Teodoro Agirének? Esküszöm, hogy szeretni fogom, amíg a halál el nem választ. Estoy pensando en ti, pensando en nunca más, pensar que te perdí, porque si pienso en ti yo sé cómo evitar la soledad con una letra de canción, un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón, una manzana por probar. Pensando en ti me siento bien. Ahora estoy pensando en... Nagyon kíváncsi vagyok. Akkor kezdjük is el az ismertetését. Santiago Acsavál Urien úr és felesége megboldogult Natividad Escobar asszony végrendeletének. Ki az a Natividad? Mercedes. Hölgyem, elkezdhetnénk végre? A vagyonom 80%-át egyenlő részben szeretném elosztani a gyermekeim Paz, Victoria, Mónika és Tatjana közt, aki Gabriela lányom örököse. A fennmaradó 20%-ot a következő arányban osztom meg. Ángeles Garciának. Egy ház a kertvárosban. Egy ház Acapulcón, és ösztöndi Sebastiannak a Harvard Egyetemre, amikor eljön az ideje. Oh, nagypapa! Corrado Caceresnek egy teljes mértékben felszerelt rendelő Belgránóban. Az ügyfelem tett egy megjegyzést. Remélem, hogy ezzel jóvá tehettem valamit abból, amit ellened elkövettem. Ezt a felesége írta. Édes Istenem! Alicia Almanzinak. Egy ház Brazíliában, ahol végre együtt élhet a kedvesével, Vanderlével, akit régóta szeretessék. Hogyan? Nem jól ejtettem? Vanderlé. Nem. Vagyis jól, igen. Jó. Nos, Lucerítónak egy házat adok a tengerparton, hogy kedvére futkározhasson a homokban. Jaj, te fogsz ennek örülni. Folytatom. Élete végéig fedezem az étkeztetését, valamint a játékait és a higiéniás kiadásait. Barbarának, Milagrosnak és Tatjánának egy házat ajándékozok Punta del Estén, hogy együtt tölthessék a nyarakat, és megtanuljanak békében élni. Ramiro Martineznek pedig a San Antonio de Arecói birtokomat adok. Tényleg? Juan Manuel Aguirre részére. Igen, Juan Manuel Aguirre-nek az órámat, a tágas palermói ingatlanomat, a magánrepülőmet, a motorcsónakomat, a jaktomat és a keresztapa trilógiát adom. De egy feltétellel. Mégpedig? Ha szakít a lányommal Aguirre, mindent vissza kell adnia neki. Megértette? Hallasz engem, drágám? A szerelem, amit irántad érzek, végtelen, mint a tenger. Örökre a szívemben élsz. Elszakíthatatlanul. Miért mondod ezt el újra? Miért? Mert nem lehet elégszer elmondani. Jobb lesz, ha inkább titokban tartjuk. Ne. Szeretném világgá körtölni. Itt áll
nálunk az Acsaval úriánházban a férfival, aki világszerte ismert lett kitartásáról. A férfival, aki nem adta fel a reményt, hogy viszont látja szerelmét. Az utolsó igazi Rómeóval, Nicolas Pacecoval. Üdv. Nos, Nicolas, akkor rögtön felteszem a kérdést, ami a leginkább foglalkoztat minket. Visszajön Barbara vagy sem? Kérem, hívják a stúdiónkat és szavazzanak maguk szerint, hogy lesz. Árul, de Nicolas, miért vársz még mindig Barbarára? Tudjuk, hogy már több mint egy éve reménykedsz a visszatérésében. Sajnálom, de most már nem. Úgy döntöttem, hogy nem várok. Elnézést kérek, jól hallottam? Azt állítod, hogy mától nem vársz tovább Barbarára? Ez lehetetlen. Ugye tudod, hogy a nők oda vannak, érted? Imádnak. Hatalmas rajongó táborod van szerte a világon. Igen, hallottam a rajongókról én is. Éppen ezért szeretném tisztázni a dolgot. Nem tudom, hogy valaha feladom-e. Minden esetre befejezem a könyörgést. Miért? Úgy érzem, sosem fog visszatérni. Hát, kétség kívül ez nagyon rossz hír a romantikus embereknek, akik reménykednek a boldog végkifejletben. Ahogy mondod. Hát akkor talán jobb lesz, ha visszakapcsolunk a stúdióba. A barátnődnek kőből van a szíve, kegyetlen nő személy. Hogy van? Elnézést, sajnálom. Kösz, hogy eljöttetek. Köszönjük. Jól van. Lautaro a kertben játszik, Anna Chiara alszik. Beszélgessünk egy kicsit, jó? Áruld el, hogy mi a baj, miért gyötrődsz már megint? Lefújtam a filmet, drága. Hogy? Lefújtad a filmet? Igen, igen, nem is innét, hogy mennyire bánt a dolog. Olyan nehéz találni egy normális színésznőt erre a szerepre. Miért nem hívott fel Alberto bácsikámat? Egy hívás és hiddel tömött sorokban fognak várakozni a színésznők az ajtód előtt. Alberto bácsi, ez nem is rossz ötlet. Felhívom és kérek tőle pár tippet. Elküldöm neki a forgatókönyvet is. Keresve sem találnék jobb szakember. Ha legközelebb romantikus komédiát rendezel, csak hívd fel őt, és még a forgatókönyvet is megírja, segíteni fog, hidd el. Már a következő filmem címén gondolkodom. Igen, és? A szerelem nevében. Itt keresnek énekelni tudó színésznő? Rubi! Szia! Szia! Hát te meg mit keresel? Ne légy dühösen, Victoria, kérlek, éppen átutazóban vagyok, és gondoltam, meglátogatlak titeket, meglepetésnek szántam, eszem ágában sincs szerepelni a filmedben. Hé, hey, Rubi! Drága, ah, miért nem vártál? Igen, én! Hogy vannak? Francesco Pascó! Foszkó, édesem, nem kérem, megmondtam! Foszkó. A producere ide egy nudista strandul akartak velem megbeszélést tartani. Nem normálisak. Szeretnél szerepelni a filmemben? Megbeszélhetjük. Látnotok én az arcotokat? Nem találtál fel, édesem? Nem, ne haragudj, édesem, bevallom, hogy volt egy kis problémám. Parkolás közben összetörtem az autóm. Elszámoltam magam és meghúztam az oldalát. Aztán meg nem emlékeztem, hogy melyik emeletet mondtad, úgyhogy egy csomó helyre becsöngettem. Mindenkinek a hagyára mentem. Ó, drága életem, annyira sajnálom, te kis lököd. Semmi baj, biztos megértjük majd. Igen, de nem hiszem, hogy... Nem helyzet veletek. Nem mondta, ő a barátnőm. Sőt, mi több, a jövendőbeli, drágám. Ezt jobb lenne, ha mielőbb megszoknád, folyton eltévesztél. Ez enyém, szeretlek, drágám! Gratulálok! Hát ez igazán fantasztikus hír, komolyan mondom. Köszönöm. Nagyon jó. Nagyon összetörted a kocsit, megnézhetem. Lejössz! Gabriela, most az apján keresztül szeretne üzenni nekem, hogy most már elfogadja a kapcsolatunkat. Elfogadja, hogy most már veled élek. Olyan sok mindent megbocsátottál nekem, drága kislány. Akárhol is vagy, anyád sohasem fog elfelejteni. Drágaságom. Mi bajod van, Vander? Hé, mi ütött beléd?
Alicia, nem tetszik az, amit látok? Ne rémisz meg! Mit látsz? Tüzet. Látok. Hatalmas tüzet. Tüzet? Ó, kérlek, fejtsd ki ezt bővebben. Miféle tüzet látsz? Tüzet, ami egy szerelem kezdetét jelenti. És tüzet, ami egyben véget is vet neki. Tüzet, Alicia. Tüzet. Tüzet. I thought I'd shut myself free. See, I bounced back better than most. Now I'm happy. Nem várok rá tovább. Éld az életed. Pacheco! Valóra változál. Barbara visszajött. Io te sem. Ez olyan csodálatos, nem gondolod? Milyen sokan vannak? Ugye milyen csodálatos családunk van? Rengeteg a vendég és rengeteg a barát. Milyen nagyok és gyönyörűek lettek a gyerekeink. Az ikrek. Olyan, mint egy mese, nem? Igen, olyan. Nézd csak meg Karolinát! Milyen gyönyörű, és miát! Milyen elragadóak! Ott van vele a kisfia is, Lucio. A kis tángó. Ott van a kis tángó az ölében. Ki gondolta volna? Karolina is tángó. Hm? Lehúnyom a szemem, és várom, hogy felvegyen az autó. Ne várj rám tovább. Tudom, hogy nem térek vissza. Ne szenvedj! Ne sírj! Kérlek, ne is gondolj rám többet! És amikor majd kellek, ott leszek veled, hidd el! Köszönöm! Köszönöm! Kedves egybegyűltek, ezek a költői sorok egy igen sikeres embertől származnak, aki most érkezett vissza Japánból. Köszöntsék itthon Ernesto Tango Salinas! Úgy örülök, hogy újra látnak. Köszönöm, köszönöm. Azért megkérnélek, hogy ne hapod el az összes megbízást előlem, jó? De van egy meglepetésem számodra. Nézd! Ernesto Tango Salinas, ezennel szeretném átadni az első aranylemezedet. Biztos vagyok benne, hogy nem ez az utolsó ilyen. Gratulálok! Édesem, megérdemled. És még annyit szeretnék mondani a közönségnek, hogy Mia, a születendő fiad és én, mi mind nagyon büszkék vagyunk rád. És te vagy a legjobb dolog, ami történt velem.
Tapsoljuk meg őket, gyerünk, gyerünk! Nézd Alejandrót, nézd milyen boldog. Milyen szép családja lett a testvéreddel. Apropó, hol van Monika? Nézd Monikát, hogy megváltozott, igaz? Nagyon csinos lett. Csak úgy ragyog. Alejandro mellett végre boldog. Szerelmes Alejandróval. Á, és nagyon boldogok. Imánol is teljesen oda van a kisfiáért. Mit szólsz? Hát nem elragadó a kis unokám. Nagyon édes. Milyen kár, hogy a lányod Milagros nem tudott nem eljönni. Nem jöhetett, hisz most hozta világra a kislányát. Mondok valamit anyunak, Teresának, és azonnal itt vagyok. Szia! 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 Hogy vagy, hercegnőm? Hm? Hm? Jól. És a kicsi? Hm? Jól. Hm. Drágám. Igen? Hogy néz ki Teresa? Teresa csodaszép. Pont, mint az anyukája. Szeretlek. Én is szeretlek. Én vagyok a világon a legboldogabb asszony. És ezt a kislányunk is érzi, mert látszik rajta. Alexia, végre jó kedvű. Mondjak valamit, Buzz. Csodálom a bátorságát, az erejét. Úgy látom, végre révbe ért, és újra boldog. Tényleg felszabadult. Olyan jó így együtt látni őket. Szinte ragyognak a boldogságtól, ragyog az arcuk. Na és Walter? Megérdemelt egy rendes asszonyt maga mellé. Így igaz. Itt van Laura és Ramiro is. Mióta vidékre költöztek, ritkábban látjuk őket, nem igaz, drága? A vidéki életnél nincs is jobb. Ott vannak az állatok, a legelők, igaz? Agirre, aki ebben a házban él, biztosan szerelemmelség. Mm. Nézd csak, még Perla és Leo is egymásba szerettek. Úgy örök. És nem csak ők. Így né, ez is biztosan el fog fogyni. Itt az én kis Plutom. Gyere ide, drágaságom, gyere ide, édesem, gyere, szerelmem, gyere, puszi, puszi, puszi. Jaj, de nagyon ízelex nekem. Hogy nézel ki, hogy nézel ki? Csúrom víz vagy, édesem, szegényként, mondd csak, a gyerekek rendesen viselkedtek. Mint a kis angyalok. Szeretem a gyereket, tényleg. Jó, hát... Értem, de át kéne öltözni, felvehetnél valami vékonyabbat. Lehetnél pókember, vagy valami más, ami kevésbé szörös. Komolyan, adj egy pohár vizet, mert szomjan halok. Nagyon lelkiismeretesen játszottál a gyerekekkel. Elmehetnél Lófó bácsinak, drága egyetlen. Elmehetnék, tényleg elmehetnék. Bizony. Hála neked, mert megváltoztattál. Szeretnék még... Szeretnék valami mást is. Szeretnék apa lenni. És ezt most komolyan mondom. Rajtam nem múlik, akár ne, most azonnal hozzáláthatunk, mert kezd le, hogy egy Annyira örülök, hogy Nora visszajött hozzánk, hogy még Oszót is elfogadtam annak ellenére, amit a múltban tett velünk. Nem sokára megszületik Paloma. Paloma Alcorta, szép név. Örülök, hogy összeházasodtak, kedvelem Gizsót. Tényleg? Miről beszélsz? Ez hazugság. Eleinte eltiltottad őket egymástól. Igen, pedig kedvelem. Eleinte tiltottam, de csak azért, mert a lányod vőlegénye. Igen, de a te lányodat szerette. Nézd csak Angelest és Konrádot. Milyen szép. Örökbe fogadtak egy kislányt, tudtad? Mint ha kicserélték volna őket, amióta házasok. Igen, pedig Corrado milyen keserű volt. Rengeteg balszerencse érte. Végre boldog. Nem árultam még el, de képzeld el, Angeles kisbabát vár. Na ne! Nézd csak, itt van García Puredon. Jól megnőtt a gyerekük. Itt
Itt van Pascal és Gino. Emma és Federico nagybácsinak szólítják őket. És Lucerito? Hol van? Azt hiszem, inkább otthon maradt a tengerparti házban. Nem szereti, ha sok ember veszi körül. Victoria is milyen gyönyörű. Jó látni Tatjánát az édesanyja mellett. Ahogy mondtad. Milyen szép családja lett Foscónak, nem? Vagyis Gonzálesznek? Gonzáles és a család. Elég! Elég! Ha nem adjuk abba a munkát, én összetörök valamit! Felőlem! Ahogy akarod. Ne basszancs! Ó, drágám! Mi történt? Mi történt? Édesem, jól vagy? Nem akartam. Nem akartam hallod, nem jól hozzád. Várj! Rendben vagy. Ó, igen. Mi az? Mindenre emlékszem. Tessék. Visszatért az emlékezetem, drágám. Komolyan mondtad, tényleg? Igen, drágám. Azt nem hiszem el. Úgy örülök. Szeretlek. Szeretlek. Én is szeretlek. Pacheco és Barbarita végre együtt vannak. Elmondod nekem, hogyan képzeled a jövőjüket, Juan? Boldogan, felszabadultan, rengeteg gyerekkel, Kandélával. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon boldog családot fognak alkotni. Csak anya és apa hiányzik. Csin-csin. Szalút. Remek. Santiago, sokat gondolkodtam, és arra jutottam, hogy jövőre a gyerekeimmel szeretnék karácsonyozni. Nem vagy normális. Nem mehetünk vissza. Elküldjük nekik a repülőjegyeket, beszélünk nekik a gyémántokról, és ide utazhatnának. Meg fogják érteni. Te egy fantasztikus nő vagy, elképesztő. Árulj el valamit, amikor majd viszont látjuk a lányainkat. Elmondod nekik az okot, hogy miért hagytad ott faképni őket annak idején? Igen. Semmi értelme titkolozni ennyi éven át. Már azt is kigondoltam, hogyan árulom el nekik a dolgot. Amikor megkérdezik, ki értettem mindezt, azt fogom majd válaszolni nekik. Nem egy férfi miatt, hanem egy nő miatt. Tudod mit, Paz? Bárcsak tudhatnánk a gyerekeink jövőjét. Federico Aguirre, Paz és Juan Manuel fia. Külsőre az anyja, de a jelleme az apjáé. Imádja a vidéki életet. Állatorvos. Érzékeny és romantikus. Egy álmod. Emma Aguirre, Paz és Juan Manuel lánya, külsőre tiszta apja, de a jelleme az anyjáé. Művész lélek, közkedvelt, népszerű, felkapott. Lautaro González Achavale, Victoria és Francesco fia, a teljes élet igazgatója, üzletember, szigorú, fegyelmezett, utálja a filmeket, imádja a jogát. Ana Chiara González Achaval, Victoria és Francesco lánya, televíziós forgatókönyvíró. Több díjat nyert. Legutóbb Oscarra jelölték. Miért ne nyerhetné meg, nem igaz? Oh, drágám, ez olyan csodálatos, nem igaz? Jó, sokan vannak, igaz? Milyen csodálatos a családunk. Pont, mint a mesében. Rengeteg barát, rengeteg vendég. Aguirre. Igen? Igen, mi lesz ez? Majd ezután? Kettőnkkel? A jövőben? Gőzöm sincs. De egyben biztos vagyok. Miben?
Azok után, amiken keresztül mentünk, akár egy szappanoperában is szerepelhetnénk. Ágirre! Hazita! Megcsináltuk! Juan! Mi a? Mi a baj? Milyen messze van innen a ház? Elviszel hazáig? Ahogy parancsolja! Ágirre! Erre! Igen! Opa! Custodio de mi cuerpo apasionado, custodio de tus sueños. Quiero ser custodio de este amor y de tu orgullo, custodio del misterio entre los dos, tus penas, tu sabor. Magyar szöveg Boros Karina, hangmérnök és vágó Schriffert László. Gyártásvezető Gémesi Krisztina. Szinkronrendező Götz Anna. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette. A veces no es como uno lo imagina. La brisa de los cuerpos es tan frágil que lo imposible se hace inevitable. Son lágrimas en nuestro corazón. Amor, no engañes al amor. Confundes el dolor con compasión. Custodio de este amor desesperado. Custodio de tu alma y de tu piel. Custodio de tu cuerpo apasionado. Custodio de tu sueño.